Mais Je défendrai la maison de mon père. Franciául tanította rappelni Yves Godin a nyíregyházi diákokat, körbeállította őket, majd elindított egy zenei alapot, és szavanként tanította meg egyik versét a tanulóknak és tanáraiknak. A diákok nagyon élvezték a speciális órát. Nagyon különleges volt, még sose csináltunk ennyire intenzív órát. Érdekes volt megfigyelni, hogy hogy látja ő a világot és a magyar nyelvet. Az Ötvös mellett a Kölcseiből és a Szent Imréből is jöttek diákok, hogy találkozzanak a kortárs francia költővel. Yves Godin, ügdenyizó oktatási attasé kíséretében érkezett Nyíregyházára. Az is kiderült, hogy a költő a Budapesti Francia Intézet invitálására repült Magyarországra, és összesen 4 vidéki gimnáziumban tart különleges nyelvórákat. All those wonderful schools in Hungary, we can join together. Ezekkel a csodálatos magyar diákokkal képesek voltunk együttműködni, fel tudtuk fedezni ezen a módon, hogy a magyar és a francia emberek között szoros kapcsolat van, hiszen mindkét nemzet egyedi kultúrával rendelkezik, de így képesek vagyunk egybefonódni. A test, a zene és a költészet segítségével valóban összekötjük egymást, és ez egy csodálatos lehetőség, hogy a világot békével árasszuk el. A közelmúltban frankofon hónapot tartott a Budapesti Francia Intézet, tanulmányi versenyeket szerveztek és filmvetítéseket tartottak, így népszerűsítették a francia nyelvet és kultúrát. A költő látogatása ehhez a kampányhoz kapcsolódott. A nyíregyházi francia tanárok szerint amellett, hogy különleges, rendkívül hasznos is az ilyen nyelvi óra. Teljesen rendhagyó óra, ami úgy gondolom, hogy a diákok szempontjából is nagyon fontos, a további nyelvtanulások szempontjából. Nyíregyházán több középiskolában lehet francia nyelvet tanulni, és sok diák él ezzel a lehetőséggel. Az oktatás intézmények gyakran tanulmányi utakat is szerveznek Franciaországba, hogy a diákok tudják gyakorolni a megszerzett nyelvtudásukat. Ebben az esetben azonban egy nem hétköznapi nyelvi lektor jött el Szabolcsba, hogy segítse a nyelvtanulást.